Andy és Marian Volvent házasságának elején még elég jól mentek a dolgok. Egy sikeres pizzériát működtettek, ami mellett Marian kézitáskákat készített és adott el. Megszületett első gyermekük, Ethan. Mindig időben fizettük a számlákat, sőt, mindig maradt hétvégi kirándulásokra, vagy bármi másra, amit akartunk. Egy dologban azonban nem egyezett a véleményük. Marian úgy gondolta, tizedet kellene fizetniük a bevételeik után. Inkább költhettük volna iskolai dolgokra, vagy bevásárlásra. 3 éve csinálták a pizzériát, amikor a gazdaság lassulni kezdett, és több versenytárs is felbukkant a közelben. Az eladások lecsökkentek, és végül 40 ezer dollár adósságot halmoztak fel az üzlettel. Mikor kiderült, hogy csődbe mentünk, az azt jelentette, hogy megbuktam. Andy egy kommunikációs cégnél értékesítői állást vállalt, de emellett még pizzafutárként is dolgoznia kellett. Addigra megszületett második gyermekük, Sofia is. A gyerekek mellett Marian próbálta a legtöbbet kihozni a kézitáska készítésből is. Emlékszem, a legmélyebb pont az volt, mikor elfogyott az utolsó tekercs WC-papírunk, és rettenetes érzés volt felhívnom Andyt, mert tudtam, hogy az utolsó dollárjaink vannak a zsebében. A házaspár évekig küszködött. Aztán egyszer a gyülekezetük pásztora a tizedfizetésről prédikált. Andy úgy döntött, átadja Istennek az anyagi élete irányítását. Mindent megtettem, amit a magam erejéből tudtam, ezért azt mondtam, Istenem, ennyire futotta. Lássuk, te mit tudsz. Hamarosan új munkahelye lett, ahol megduplázta az azelőtti bevételét. Most már tizedet fizetett minden keresményéből. Isten gondoskodott rólunk. Nem csak visszafizettük az adósságunkat, hanem félre is tudtunk tenni. Még abban az évben Marian CBN partner is lett. Néhány hét múlva egy online áruház 1200 darab dísztáskát rendelt tőle az ünnepekre. Ez volt az addigi legnagyobb megrendelése. Egy éven belül a házaspár kifizette minden adósságát, és azóta is hitelek nélkül élnek. Adományaikat is megduplázták. Engednünk kell, hogy Isten az életünk része legyen, és akkor bámulatos dolgokat tesz. Minél többet adunk, annál többet aratunk. A mi családunk az élő bizonyíték arra, hogy nem tudunk olyan sokat adni, amit Isten ne tudna túlszárnyalni.